Jó estét, mi a Zohár mindenkinek könyvből olvasunk, a Zohár bevezetőjéből, a Pech betűtől fogunk olvasni, 27-es pont, itt lehet letölteni ezt a Héber oldalról, kérdéseket lehet föltenni online, a kiválasztott kérdéseket kisugározok lecke során, tehát a Zohár bevezetője, Rav. Mi készen állunk arra, hogy beszéljünk a Rabbi Simon cikkéről, ami a betűkről szól. Rabbi Simon itt megadta az alapjait annak, ahogy a spiritás kli összeáll, hogy az egész lélek, vagy az egész általános struktúra megjelenik, mert általánosságban és a részletekben az, ugyanazt látjuk. Ezeket a minőségeket a lelkünkben kell megtalálnunk, amiket edénynek nevezünk, mindegyikünknek. És így kell a tízes körön belül, a lelkünkön belül ezt hallgatni, és az, hogy ez a tízes kör hogyan, milyen módon, illetve bocsánat, ezek a betűk, Raf kihozotta magát, hogyan működtetik az egész világot, mert mindenütt ezeket a minőségeket találjuk meg. És idővel, mondja, mi az alapjait tanuljuk meg egy egyéni módon ennek, aztán pedig majd eljutunk oda, hogy a különböző kapcsolatokat is megtanuljuk a betűk között, és ezek szerepeket jelentenek, ahogy azt egyre jobban meg fogjuk érteni. Ez a nyelvtani kapcsolatok, a betűk kiépítése, a mondatok kiépítése, a szavak kialakítása, és így tovább. És mindezek majd megadják nekünk annak a megértését, legalább annak a megértését, hogy legyen valamilyen elképzelésünk a lélek struktúrájáról. Na, folytassuk. A legfontosabb dolog, mondja Rav, hogy nem szabad elfelejtkeznünk arról, ami egyébként világos kell, hogy legyen. Nem is nagyon kéne emlékeztetni erre, de mivel nem mindenki szokta ezt még meg, hiszen mindenféle helyekről vannak a világ minden tájáról tanulóink, tehát mielőtt a Zohárt olvassuk, úgy kell elképzelni egymást, hogy össze vagyunk kapcsolva egyenként egy szívvel, mindannyian egyetlen olyan állapotban vagyunk, amelyben együtt, egységben vagyunk, és különösen, amikor a Zohárt olvassuk, akkor ebből a növekvő kapcsolatból köztünk feltárjuk a felső erőt, az adakozásnak az erejét, és a szeretetnek az erejét ezen belül, pedig a Teremtőt. A Pech betűje. 27-es pont. A Pech betűje Teremtőjéről járult. Azt mondta neki, ó világura, jó számodra az, ha a világot velem teremtetted meg, mivel a Geula, üdvözülés, melynek elvégzésére a világ számára te hivatott vagy, belém van írva, mivel az a Pedut, egy másik héber szó a kimenekülésre, azaz a Geula, az a Pedut, az üdvözülés, ellenségeinktől és a Pech betűvel kezdődnek ezek. Ennek okán a világnak velem kell megteremtődnie. Ő pedig azt válaszolta. A Teremtő azt mondta neki, te helyes vagy, de a Pesá bűn ugyancsak beléd van írva, hogy ez is pévetővel kezdődik, olyan módon, mint egy kígyó, amely lecsap, és a fejét előtte visszahúzza a testébe. Hasonló módon az, aki bűnt követel, meghagyja a fejét, elrejti magát, hogy ne legyen látható, és kinyújtja kezét a bűn elkövetésére, mint a Pech betűjének formája, melynek a feje magán belülre van behajtva, maga betű formája ilyen. Az a Teremtő az Ain betűjének is ugyanezt mondta, akiben az Avon bűn van beleírva. És bár az Ain azt mondta, létezik az Anava, a szerénység, alázat bennem. A Teremtő azt mondta neki, én nem teremtem meg a világot veled, és ő azonnal távozott. Magyarázat. A Pech betű azt mondta, hogy az üdvözülés, melyet a világ elérni hivatott, bele lett írva. Ezáltal ő érdemes arra, hogy a világ vele legyen megteremtve. Mindez azért van, mivel a világ számüzetése és kimenekülése a nukván múlik, mivel amikor a nukva nem rendelkezik a Gár Mohin struktúrájával, Izrael számúzva van saját földjéről, Izrael földjéről. Mindez azért van, mivel Izrael földje alul megfelel Izrael földjének felül, a nukva de Zerampinnak, és mivel szétválás van a Zerampin, Izrael, a nukva, Zerampin földje között,
Izrael ugyancsak el van választva a saját földjétől. Mindez azért van, amikor Izrael földje alul megfelel Izrael földjének felül, a Nukva de Rampin, és mivel szétválás van az Rampin Izrael és a Nukva de Rampin földjek között, Izrael is el van választva a földtől. És amikor Izrael gyermekei javítjanak útjukon, viselkedésükön, azt okozzák, hogy Izrael adakozik a Nukvára, a saját földjére, azt Mohinnal felépíti, és hogy vele ezáltal Panim de Panim formájában egyesülni képes. Abban az időben Izrael gyermekei alul meg vannak jutalmazva a kimeneküléssel, és ugyancsak visszatérnek földükre, és azok a Mohin de Garden Nukva, amelyeket az Eirampin épít, hozzá a Netzachod de Zarampinba öltözve jönnek el, és a Moach de Chokma de Nukva a Netzachba öltözik, a Moach de Bina a Hodba öltözik, és az Ain és Pech betűk pedig a Netzachod de Zarampinba. Ez a pekbetűjének a Hoddezerampinnak az érve, hogy az üdvözülés, melyet a világgal hivatott vagy megtenni, belém van írva. És mivel a Mohin de Nukva, amely elhozza az üdvözülést, a világnak belém van írva. Ezáltal, amennyiben te a világot az én tulajdonságaimmal teremted meg, semmi kétség arról, hogy ők képesek lesznek elérkezni a végső korrekcióhoz. De miért tartott a Pech betűje magát alkalmasabbnak a világ megteremtésére, mint az Ain? Végül is a Mohin de Nukva, a Netzachodba, azaz az Ain és a Pech betűbe öltözik, és azok lényegében a Netzachban vannak, mely az Ain betűje. Mivel az lett mondva, ez a pedut, kimenekülés, mivel a pedut csak a hod minősége, amely a pech tulajdonságban található. És a pedutról szólva, az ima először a dinimtől menekíti ki a nukvát, és csak utána válik a nukva érdemessé az üdvözülésre. Írva van. Mint egy sas, mely felkavarja a fészkét, amin gyermekei felett kering. Mi azt tanuljuk, hogy a sas kegyelmes a fejval, azt mondja, jobb, ha nyílen üt engem üt át, mint egy féljemet találja el, mivel a má alkalmatlan Mohinra, kivéve azon a korrekciókon keresztül, amikor az anya kölcsönadja ruháit a lányának. A nukva meg van szorítva eredeténél, hogy ne kapja meg a fényt közvetlenül. Azaz, mivel a cincum elef első megszorítás megtörtént, nem volt képes semmilyen fényt közvetlenül megkapni. Azonban, mivel az ima kilépett a rosd arikampinon kívülre és vakká vált rosd nélkül, ő az ele alef lamat hei betűi a nukvához lettek vonzva, és a nukva ugyancsak az Elohim névbe lett beépülve. Az ima van egy sasnak nevezve, aki kegyelmes a kegyelmes fejével azonnal. Ezáltal ő kilépett saját szintjén kívülre, meg lett felezve vakká rossz nélkül. Ezáltal ő kilépett a saját szintjén kívülre, meg lett felezve a vakká rossz nélkül, egy nyíl által, hogy az írva van, jobb, ha nyíl engem üt át. Ezáltal ő kimenekítette fiait a dinimből, és ezáltal ők érdemessé váltak a Mohin megszerzésére az ima elek edényeiben. Ez a jelentése a pedutnak és a pidionnak. Mindkettő kimenekülést és üdvözlés jelent, amikor az ima kimenekíti a nukva dinimjeiből. Ha ez nem történt volna meg, a nukva alkalmatlan lenne a Mohin befogadására. Ez a kimenekítés elsősorban a nukva bal oldalára vonatkozik, ahol a dinim jelen van, valamint a Hod de Zarampinra a Pech betűjére. Ezért van az, hogy a Pech úgy gondolta, hogy alkalmasabb, mint az Ain betű, mivel az imától származó pedut csak beléöltözik, és nem az Ainba, mivel a dinim a bal vonalon található, és nem a jobb vonalon. Az lett mondva, te helyes vagy, de a pesa, bűn, ugyancsak beléd van írva, rejtett módon. Mindez azért van, mivel a 6000 év során az összes kimenekülés az Vak de Mohin de Haya formájában történik, ez pedig azért van, hogy mivel ezen Mohin gárja, a felső Abamai ima, amely a Nikudimban működött, el lett rejtve, és csak is a végső korrekciókon jelenik majd meg, a tudás fájának korrekciója után, melyel Adam Harishon bűnt követett el, és a felső Mohint a Bia szétválasztott világaiban vonzva a Párszától lefelé, ahol nem találtok kelimde imaedények, hanem csak a megszorított malhut, azaz az acilut alatti Pársza alá, amely Pársza szintjén most a Heide Tintum Alef áll megállítva az acilut fényeit, hogy azok nehogy onnan tovább terjedjenek.
Azáltal, hogy a bőséget a párszád acilut alá vonzotta, egy bűn lett a nukvába beírva, amikor a kígyó Éva felé jött, és mocskot helyezett belé. Ez a mocsot csak a végső korrekciók lesz kijavítva, ahogy írva van, a halál el lesz nyelve mindörökké, és az Úristen letöri majd a könnyeket az összes arcokról. Mivel a felső abavaima fényeinek hiánya, mely rejtettségbe kerültek, vannak könnyeknek nevezve. Két könnycsepp létezik, melyeket a teremtő lehoz a nagy tengerbe, megfelelve a két szemnek. Ezek a felső hokma és bína, melyek ellettek rejtve és eltűntek ezáltal. A szemek, a hokma bína és a könycseppek a hiányosságuk bennük, annak a mocsoknak köszönhető, mely belekeveredett és könycseppé vált a tudás fájának bűnén keresztül. Ez okozta a két templom pusztulását, és azok a könycseppek most sincsenek letörölve a nukva arcáról, ameddig a halál el nem lesz nyelve mindörökké, amikor a tudás fájának bűne teljesen korrigálódik, mivel akkor a bűn, a halál mindörökre korrigálva lesz. Abban az időben a Garde Mohin de Haya, az ragyog majd, azaz a felső háb, és ebből az következik, tehát a hokma bína, és ebből az következik, hogy az Úristen eltörölte a könycseppet. A teremtő azt mondta, te helyes vagy, de a Pesa bűn ugyancsak beléd van írva rejtett módon. Bár létezik a pedud benned az imán keresztül, mely által te üdvözülést, azaz Mohin de Haját hozol a világra, melyen keresztül érkezik az összes üdvözülés, mégis azokból az üdvözülésekből hiányzik a teljesség, mivel ők ismét száműzve lettek földjükről, és a két templom ismét el lett pusztítva, mivel a Pesa titokban ugyancsak beléd van írva. Mindez azért van, mivel a pedud de ima még mindig nem képes teljesen kitörölni a tudásfájának a bűnét, ezáltal még mindig létezett a klipot megragadásának a lehetősége benned, mivel a mohin csak a vag de hajából származik, és hiányzik belőle a rosh de mohin de haja. És mivel még létezik a klipot megragadásának a lehetősége benned, te alkalmatlan vagy arra, hogy a világ veled legyen megteremtve, és mondva van, hogy a pesa, a bűn, ugyancsak belédett írva, rejtett módon, mint a kígyó, amely lecsap, és a testével a fejét visszahúzza. Mivel a bűn rejtve van, a kígyó ereje, mely lecsap a világ embereire, és halált hoz a világra, még mindig teljes, és azt nem lehet még eltávolítani. Mindez olyan, mint a kígyó, mely megharapja az embert, és azonnal a fejét a testébe visszahúzza, és akkor lehetetlen azt megölni, mivel a kígyó csak akkor hal meg, ha a fejét éri a csapás. És ez az, amit Ádámnak okozott, hogy bűnt kövessen el a tudás fájával, és ez okozta Ádám fiainak, és ezt okozta Ádám fiainak meghajtva fejét és kezeit kinyújtva. Azaz, a mohin, mely a pedudda imán keresztül vannak levonzva, ugyanúgy a fej meghajtásának számít, és csak az ő kezei, a hagát jelenik meg, azokkal a mohinokkal. Ezáltal a kígyó fogása még mindig a pehben van, amiért ő, peh, alkalmatlan arra, hogy a világ vele legyen megteremtve, mivel ő nincs felkészülve a végső korrekcióra. Rav. Ez azt jelenti, nem csak, hogy lehetetlen a peknek a minőségét elérni a korrekció végéig, hanem ebben az erőben az egyik ok, ami megjelenik, az az erő, amelyik a tudásfájának a bűnét okozta. Kérdés? Tehát ugye a távtól az utolsó betűig, Shin, Resh, Kuf, a négy betű, ami a lezáró betűi, a végső betűi, az a Nukvához tartoznak, aztán a Cadik, amely a Yesod de Zerampin, a Pech, Ein, a Pech és a, ez a Netzachod, és ezek alulról felfelé elmagyarázzák nekünk minden egyes betűnek a minőségét, hogy azok
miért tartalmaznak elég erőt a törés korrekciójához, mivel minden egyes erő, ami minden egyes betűben bele van írva, az valamilyen módon a bűntől kezdve kezdett el megjelenni, és az az oka annak, hogy miért jelent meg a bűn minden egyes szinten. Hát Scott kérdez Angliából, mit jelent az, hogy, hogy kinyújtja a kezét a kígyó? Hát ez láthatatlan, nyilvánvalóan ezt érezni kellene. Hát ezért kell folytatni egyre jobban és jobban azokat a cselekedeteket, amelyet, hogy megközelítsük azt, ami a törést okozta, a bűn. Mert egyelőre nem tudjuk látni, hogy milyen ravasz cselekedetek van e mögött, az egónak az ereje mögött, ami a gonosz hallamnak a forrása, ami nagyon okos, és az összes betűt tulajdonképpen a kígyó agya szülte meg, annak érdekében, hogy megszerzésre fordítsa ezeket. Ezek mind kapnak arról edények, ugye? Olyan minőségek, amiket nem tudunk korrigálni egy más minőséggel, mivel a fő probléma az, hogy minden egyes betű nyilván akar korrigálódni önmaga által, nem itt miért is jelentkeznek ők be, hogy majd ők korrigálják a többit, de a teremtő azonban nyilvánvalóan a felső fény, ugye az a teremtő, amely reformáló erőt képvisel, valóban, hogyha egy adott betű keresztül mindegy ilyen formán keresztül befolyásol az összes többi betűt, akkor bizonyos korrekció megtörtén. Azért, mert a betűknek a korrekció a világkorrekciát jelenteni, és idővel az fog történni, amit a teremtő mondott is a betűknek, hogy hogyan válnak képessé átadni a fényt az összes többi betűnek. Erre egyetlen betű sem képes, amire eddig átmentünk. Folytassuk. De még egyszer mondja rá. Ő együtt vagyunk. A szándékunk egy. Az összes barátunkkal a világon össze vagyunk kapcsolatban. A legfontosabb dolog, hogy érezzük, hogy Zohár működtet bennünket, és valóban belső. Az Ain betűje. És a teremtő az Ain betűnek, mert az Avon szó bele van írva, ugyanazt mondta a teremtő. Hát a Peknek is ugyanazt mondta, mert a Pek sem volt alkalmas erre, és a Pek meglőző betű sem. Ugyanazért az ok miatt. Mert a potenciálisan benne van a kígyó. Tehát amiben az Avon bűn szó bele van, így ugyanazt mondta. És az Ain azt mondta, létezik az Anava, szerénység bennem. A teremtő azt mondta neki, én nem teremtem meg a világot veled. A felső imba van, Anaváknak nevezve. Amikor a Necade Zerampén, az Ain, beöltözik a Mohinde Nukvába, ő felemelkedik és beleöltözik a felső imába, és az ima feldíszíti őt saját díszítéseivel. És azt mondta, létezik a szerénység alázat bennem, mivel az ima, a szerénység belém öltözött. Azonban, mivel a pesá bűn el van rejtve azokban a necahodban, a teremtő azt mondta Zainnak, én nem teremtem meg a világot veled. Az oka annak, hogy a pesá itt Avon gonoszságnak van nevezve, és nem pesának, ahogy a pék esetében, az, hogy a pesá nagy része a hodban, a pékben van beleírva, míg a hod de Zerampin, a Malkutban való hitkelalutjából, belekeveredésből származik, melyet a klipok megragadtak a tudás fájának, bűneinek ereje által. De a Necade Zerampin már a Zerampin saját tulajdonsága, ahol már valójában nincsen a klipotnak megragadása belülről. Mégis írva van, amikor a bogán csak káposzta mellett nő, amikor a személy az kigyomlálja, akkor néha a káposzta is ki lesz gyomlálva vele együtt. Ezáltal ő is károsodik általa, és a klipák megragadják a necákt ugyancsak.
Ezért van az, hogy a romlottság gonoszságként van tekintve benne, hogy azt jelezze, hogy ő valójában egyenesen álló, de mégis érintve lett a hoddal való kapcsolata által, Rav. Tehát ez, amiről már tanultunk, nem a necák egyedül, hanem ezt megelőzően tanultunk már erről, hogy hogy minőségekről van itt szó, és a minőségek azok pedig a kombinációktól is függnek. Tehát lehet jó minőség vagy rossz minőség, de a kettő kombinálódik, és a kombináció nem jó, akkor negatív erő fog belőle születni, vagy éppen már ellenkezőleg. Lehet, hogy a jó és a rossz minőség együtt egy jó eredményt hozhat, de ezt nem lehet tudni. Ezért van az, hogy ez a romlottság gonoszságként van benne tekintve, vagy azt jelezze, hogy ő valóban egyenesen álló, de mégis érintve lett a hoddal való kapcsolata által. És az oka annak, hogy az Ain betűjével kapcsolatban nem mondja azt, hogy az Ain betűje belépett, ahogy azt az összes többi betű esetében mondja, hanem ehelyett, hogy azt együtt tárgyalta a Pek betűjével az, hogy a Neca és Hod egy test két fele. A Szamek betűje. 28-as pont. A Szamek betűje belépett, és azt mondta a Teremtőnek. Ó, világ ura, jó a számodra a világot, velem teremted meg, mivel bennem van a szemiha, támogatás az elesettek számára, ahogy az írva van, az Úr támogatja az eleseteket. A Teremtő azt mondta neki, pontosan emiatt van rád szükség a saját helyeden, ne mozdulj el onnan. Mivel amennyiben te elhagyod a helyet, a szomek támogató szóban, mi történik majd az elesetekkel, hiszen azok rád támaszkodnak. A szamek betűje azonnal távozott. Magyarázat, ugye bárhátszolám. A szamek betűje a Tiferet de Zerampin, a Bina de Guf. Mindez azért van, mivel a Kahab nevek, Keter Hokma Bina, melyek Hasadimmal változtak a Zerampinban, itt most Hagatta, Hesed, Gúra, Tiferetté változtak. Ugyanilyen Bina két behinára állapotra oszlik, Gárd Binára és Zadde Binára. A benelvő Gár vált a felső Abaveimára, amely hozzákapcsolódik a Hazad Zerampintól felfelé lévő területre, de azért mindig a Rosh de Arikampinnak van tekintve, mivel bár ők az Arikampin gufjánál álltak, ők a Hasadim szintiszta fényét sugározzák, hogy az írva van, mivel ő csak kegyelemre vágyik, Hafez, Hesed, és mivel ők nem kapnak a hokma fényéből, még akkor sem, amikor a Rosh de Arikampinban vannak, a Rosh de Arikampinból való kilépés egyáltalán nem csökkenti az ő érdemüket, és ők továbbra is mind Rosh de Arikampin vannak tekintve. Ők vannak a Szameknek nevezve, mivel a Gardebina, mint Abbeve ima lettek létrehozva, és Habat Hagat, hat szfírának, szfírája kiterjed bennük a Hazéig, azaz a Melkasig. Tehát a Hesed, hogy Hokma Bina, Dát, stb. De a Zaddebina, amely a Zonnak a Binában történő hitkralútjából, összekeveredésből származik, és amely nem aktuális Bina, ők lelettek választva a Binától, és a Jeszut párcufjával váltak, mely a Tanhi, Tiferet, Necachod, Jeszod, de Abaveima, az Abaveima négy párcufjába öltözik, a Hazed de Abaveimától lefelé. Nekik szükségük van a hokmára, hogy azt átadják a Zonnak, tehát a Zerampinnak és a Nukvának. És mivel ők eltávoztak a Rosh de Arikampintól, hogy guffá váljanak testé, belőlük hiányzik a hokma, ők ezáltal kilépésüknek köszönhetően károsodtak, és vakká váltak, Rosh nélkül. Ők a leblokkolt membetű, mivel ők csak az Avi négy szfíráját, a Tanhit foglalják el, amely odaöltözött. Bocsánat. Ez a Bínának a szamekre és a leblokkolt memre való felosztása a Bína de Arikampinban történt, mely kilépett a Rosh de Arikampinon kívülre, és kiterjedt annak hagatjában, az Arikampin tiferetjének alsó harmadáig, és ők adják át az összes mohin fényeket a Zonnak. Azonban, ez még mindig nem történik így, mivel, amikor az alsók javítanak cselekedeteken, és mantemelnek a Zonhoz, és a Zon azt az Abave imához emeli, akkor az Abave ima és a Jeszut egy párcufá válik, és felemelkedik az Arikampinhoz. Akkor teljes mohin átadása történik a hokma ragyogásában az Arikampintól a Zerampinhoz és a Zerampintól a Nukvához, mely a 100 áldás jelenti, mivel a Szamek 60 a gematriában,
És a felső Abave Ima, egyé válik a lebukkolt memmel, amely 40 a gemátriában, amely a Jesszút, és ők együttesen a százas számot teszik ki. Együttesen 100. Valóban, amikor az alsók ismét elrontják cselekedeteket, a Mohina fény távozik azontól, és ők ismét vakká válnak, és egy ponttá. És az Abave Ima és a Jesszút ismét elválnak egymástól, a felső Abave Ima ismét Szamehé 60-á válik, Abad Hagat 6 szvírájával, melynek mindegyike 10-ből áll, és a Jesszút ismét a leblokkolt memmé válik, mely Tánhide Abave Ima, azaz 40. És amikor a Zon, a Vak és a Nekuda pont a Katnut állapotában vannak, akkor fennáll a veszélye a klipák megragadásának, ami által ők, a Zon, kizuhannának az Acilut világából, az leválasztott Bia világai közé. Ezért van az, hogy a felső Abave Ima saját Szamehjéből ad nekik, ahol bár ezek a fények csak haszadin fények, mégis tiszta levegőnek és rosnak vannak tekintve, és ezáltal a klipa nem képes azon megragadni többé, még Katnut állapotban sem, mivel a Szamek azon fényei megvédik őket. Ennek okán ezek a fények Szameknek vannak nevezve, mivel ők megóvják az ont attól, hogy kizuhanjon az Acilut világából, míg ők Katnut állapotában vannak, azaz vak rossz nélkül. Ezért lett mondva, hogy a Szamek betűje azt mondta ő előtte, mivel bennem létezik a szemhá, támogatás az elesettek számára, hogy írva van, az Úr támogatja az elesetteket. Mindez azért volt, mert ő, Szamek, azt gondolta, hogy alkalmasabb, mint az őt megelőző betűk, mivel a Szamek fényei képesek a Zon számára ragyogni, még Katnut állapota alatt is, mivel azok csak haszadin fények, és nem létezik semmilyen lehetőség a klipák megragadása számára haszadin ezen fényeiben, mivel a külsők elmenekülnek a Gardebina fényeitől. Ennek okán ő saját tulajdonságait alkalmasabbnak tekintette arra, hogy a világ azzá legyen megteremtve, mivel a Szamek képes lenne a világ embereit megóvni még akkor is, amikor cselekedetei romlottá válnak, és akkor a klipához való tapadás sem létezne. A teremtő pedig azt mondta, pontosan emiatt van szükség rád a saját helyeden, ne távolodj el a helyettől. Más szóval, mivel a te helyed az elesettek támogatására szolgál, hogy azok meglegyenek óvva a világ embereinek törése idején, neked csak ezen a helyen szabad tartózkodnod, és nem szabad ettől elmozdulnod. Amennyien a világ veled lenne megteremtve, a te tulajdonságodnak állandóan beteljesítő uralkodás lenne szüksége, és azok az elesettek a Zon mindörökké Katnut állapotban maradnának, és azok nem lennének képesek man emelésére felébredni, és mindezek a hatalmas fények, melyeknek ki kell bomlaniuk a végső korrekcióról, a korrekciókon nem lennének képesek megjelenni, felemelkedni. Ezáltal neked csak is a saját helyeden szabad maradnod, a korrekció helyén, ameddig az alsók még nem állnak készen. És akkor az alsók érdemessé válnak majd, és képesek lesznek a Mohin magukra vonzni a teljes szintről mind a 100 áldást. És a teremtő azt mondta nekik, mivel amennyiben te elmozdul saját helyedről a Szomeh támogató szóból, mi történik majd azokkal az elesettekkel? Azok mindörökké elesettek, lezuhantak maradnának, állandó támogatásra szorulva. Mivel csak is tőled kapnak támogatást, és Zonnak nincsen teljessége, hogy a saját lábára álljon, nem vagy alkalmas arra, hogy a világ teremtése a te tulajdonságoddal történjen. Azért, mert az ő korrekciója az szükségszerű és hatalmas, mert minden bukottnak ő fog támogatást adni, ez az edény, ő fogja őket támogatni, és támogatni az ő korrekciójukat. Az előző oldalon ő azt mondta, hogy a Jesszút beöltözik az Abave Imába. Nem értem ezt, mert a Jesszút az Zát, az Abave Ima pedig Gardebina. Mindjárt rajzolunk. Ez igaz, amit mondasz, mondja Rab. Na nézzük.
a bína feloszlik gár részre, tehát az alsó hétre, meg a felső háromra. A tabúr osztja meg őket, ugye? A garde bína az gálgat a neim. Tehát gálgat vináim és aha. Nincsen. Tóri, kicsi vizet. Az felső az teljes adakozásban van. Hafeszeszedben. Az kegyelmi örömben van, ugye? A hasonló a keterhez. Az ahab, az megszerző edény. Na, az a megszerző edények, oda is hívtarab. A megszerzés edényei. Nekik hokmára van szükségük. Amikor mi korrigáljuk a Gálgát Vináimot, mit csinálunk? Ez egy nagyon kicsi fényelég ám. Mert akkor megjelenik a bínának az elképesztő ereje, ami az abavei, mert az abaveima vagy a felső abave, de írjuk abaveimának. Aha. Az az gárdebín, és az, mikor az ádebínát korrigáljuk, akkor ő hokmát akar, és őt Jeszutnak fogjuk nevezni. Ez a másik neve Izrael Szabavetvuna. Igazából ez gár, zát, ezek újra felosztanak Gálgáta Vináimre és a Hapra mindegyik. De mi itt a lényeg? A bínában. Tehát a bína ilyen értemben adakozó lesz. Teljes egészében hasonló lesz a teremtő, ez a felső része. Adakozó. Ez a bínának a lényege. Ezt tanuljuk, az egyenes fény négy állomása van, a keter, az adakozó. Aztán a keter megszenti a kapni akarást, aztán az majd adakozni akar, az lesz a bína. Hát a nagyobb élmény adakozni, mint megszerezni, ugye? Ez a bína. És így jön létre a hokma edénye, meg a bína edénye, a fölül meg a keter. A bína az ketté osztja magát, a második fele az megszűri az Airampint, amely egy kicsi megszerzési edényei vannak, mivel a bína szülte meg őket, tehát ő nem akar más, mint kicsit megszerezni, és ezért fog megszületni a Malkut, a negyedik állapot az egyenes fénynek, ami aztán minden meg akar szerezni. Tehát ezáltal láthatjuk, hogy a megszerzésnek az edényei, az a Zaddebina, a Zarampin és a Malkut, ezek megszerző edények. Az adakozó edények, ami, mert a hokma sem megszerző edény, ezek adakozó edénynek minősülnek, így van a struktúra felosztva. Az felső rész, az alsó rész, amely a bínának a felosztásában is megjelenik. A bína melkasánál, ott a zöld nyilla mutatja arra. Ez a bína. Amikor mi a betűkről beszélünk, ugyanevel a koncepcióval, akkor nekünk fel kell osztani a betűket. A betűk edények, ugye? Ezt ne felejtsük el soha. Kuf, Resh, Shin, Taf, ez a négy utolsó betűje az ABC-nek. Aztán mink van? A Cadik, Pech, Ein.
Erről beszélünk. Jeszod de zarampin, necachod, és így tovább. Ez a malkutnak a... ez mind malkutot talul, az a négy. Kufrestaf, sin, ezek a malkut betűi. Ott kezdődik a Zerampin tíz szférája, tehát ez a Zerampin tíz szférája, és aztán majd megjelenik a Zad de Bínának a tíz fonalja, az a Bínának az alsó hete. Így jön ki a 22 ABC betű. Nincs más struktúra. Ez alulról fölfele megy, az összes többi dolog felülről lefele jön. Jön a fény felülről. Keter, Hokma és Gardebina. Ez a fény, ugye? De igazából, mondja Rab. Másképp fogjuk rajzolni. Ezeket viszont lehetetlen feltárni. Lehetetlen. Nincsenek edények. Az edény mindig alulról épül. Majd amikor elérünk addig a zöld vonalig, akkor építjük a felső edényeket. Ugye, ez Bína, Zerampin és a Malhut. Ezek az edények a reálisak a számunkra. Tehát Zad de Bína, a Bínának az alsó hét szférája, a Zerampin és a Malhut. Ezért ez a terület, ez az, amit mi fel tudunk tárni. Ez alatt, ugye, hatalmas klipák vannak. Az elválasztás világai, ott fönt pedig az istenség. Mi meg ott vagyunk középen. Ez elérhető. Ez a középső, a két zöld vonal közötti rész. Erről tanulunk. Milyen minőséget élünk el? Az az, hogy melyik minőséggel van szükségünk az arra, hogy formaegyezést érjünk el ebben az adott struktúrának bármelyik részével. Bár mi nem értjük pontosan, hogy miről van itt szó, de mégis magunkra vonzuk a reformáló fényt a tanulással, mert pontosan arról tanulunk, hogy most itt mit kell megszereznünk ahhoz, hogy elérjük ezt a formaegyezést. Ezért higgyétek el, hogy a legpontosabb módon van kiszámítva a fény, ami dolgozik rajtunk. Ezért a Zohar könyve az nagyon különleges, és ezen belül még különlegesebb a Zohar bevezetője. Egyszerű, egy ilyen kellemes szöveg, de iszonyú ereje van, mondja. Mivel ez azokhoz szól, és azokról az edényekről, amelyekben fel lehet fedezni az Istent. A Nun betű. Folytatjuk tovább. A Nun betűje belépett, és azt mondta a teremtőnek. Ó, világúra, jó számodra, ha a világot velem teremted meg, mivel a Nora Techilot, a csodálatos a dicséretben belém van írva. Ugyanígy igaz, ugyanúgy írva van az igaz dicséretben, Nava Techilla, az áldás illendő. A teremtő azt mondta neki, Nun, menj vissza a saját helyedre, és támaszkodj a Szamekre, mivel ő te miattad tért vissza a helyére. A Nun a Nefillah, zuhanás szóban van beleírva, és a Szamek, melynek jelentése, hogy az Úr támogatja az elesetteket, értük tért vissza a helyére, hogy őket támogassa. A Nun azonnal visszatért a helyére, és eltávozott a teremtőtől. Magyarázat. Hogy a Nun meglátta, hogy a Szamek vissza lett utasítva,
mielőtt csak kattut állapotában van használva, csak is támogatásra, a Nun azt gondolta, hogy ő minden bizonyal alkalmas lesz a világ megteremtésére, mivel ő rendelkezett a Samek összes érdemeivel, de ő a Mohin de Gadlutban is szolgált. Ennek okán ő nem rendelkezett az összes hiányossággal, mely miatt a Samek vissza lett utasítva. A Nun betűje azt mondta, mivel a Norak Tehilot csodálatos a dicséretekben belém van írva, mindez azért van, mert a Gvurat de Zerampin van Nunnak nevezve, mivel ő teljesen meg lett édesítve a Bína Midatha Rahamimjában a kegyelem tulajdonsága, mely úgy van nevezve, hogy a Bína 50 a gematriában kapuja. Ennek a Gvurának köszönhető van a Zerampin csodálatos dicséreteknek nevezve, mivel a felső ima van dicséretnek nevezve, mivel a Zerampin Gvurája a Bínából terjed ki, ő úgy van nevezve, hogy csodálatos a dicséretekben. És ez a Nun de Zerampin működik a Yesod de Gadlut de Zerampinban a Nukvájával történő zivug alatt, amikor ő miatt a Nukva ugyancsak dicséretnek van nevezve, a felső imához hasonlóan. A Nun betűje belépett, és mondta a teremtőnek, mivel a Nóra Tehilot csodálatos a dicséretben belém van írva, azáltal, hogy a Gvura és a balvonal vagyok a Zerampinon belül, én vonzom le azt a haszadimot, melyel a Samek betűjéből árad ki, ahol a Samek a felső dicséret. Ezáltal a Zerampin úgy van elnevezve, hogy csodálatos a dicséretben, én miattam, és ezáltal én rendelkezem a Samek összes erényeivel, mivel a haszadim, melyek általa vannak levonzva, azok gár és teljesen eltávolítják a külsőket bármilyen megragadásból, teljesen ugyanúgy, ahogy a Samek érdemeivel történik. Emellett bennem létezik az igazak érdeme és dicsérete is, ahogy írva van. A dicséret illendő, mivel én a Yesod de Gadlut de Zerampinon belül is működöm. Az lett mondva, hogy mivel ő a Nun betűje volt, és a név Jud betűje, eljött, és a Nun fölé kerekedett egyesülve azzal, ezáltal a Cadi betűjévé váltak. És ez a Nun úgy van tekintve, mint az igazak dicsérete, ahol még a Gadlut állapot alatt is, amikor azon felemelkedik az Abaveimához, ez a Nun működik a Yesod de Zerampinban, ahor állapotban, ugye hátat fordítva egymásnak, azonban ő tiszta avírt, levegőt terjeszt a felső Abaveimától, a Samektől, és akkor az igaz, a világ alapzata, Yesod rajta lovagol. És akkor úgy van nevezve a dicséret illendő, mivel kiterjeszti a Mohin de Gadlutot a Malkut számára. És ebből következik, hogy a Malkut összes gyönyörűsége a Yesod de Zerampinban található a Nun által van megszerezve. Ezért érvelt a Nun úgy, hogy a világnak bennem kell megteremtődnie, mivel illuminációja által a Mohin de Gadlut ugyancsak át lett adva, fenntartást és megmaradást is adva a Zonnak a Nun által, és nem csak támogatást átadásával, mint a Samek esetében. A teremtő azt mondta neki, Nun, menj vissza a helyedre, mivel a Samek miattad tért vissza a saját helyére. Nem úgy van, hogy te gondolod, hogy a te tulajdonságod a végső korrekció, melyben többé nem létezik a klipa megragadása. Ehelyett a te tulajdonságodnak ugyancsak szüksége van a Samek tulajdonságára, mivel te még mindig ahor, hátat fordított állapotban vagy, és a Samek fényei fel vannak fedve kifelé, hogy megóvjanak téged a külsőktől. Ebből az következik, hogy miattad is történt, hogy a Samek betűje visszatért saját helyére, hogy támogasson téged. Ez még mindig nem a végső korrekció, ezáltal nem veled teremtjük meg a világot. Következő betű. A Mem és a Lamed betű. Rav. Akartok kérdezni valamit? Na, Moti. Akkor kérdezz valamit. Moti Mór, ugye a zenész. Tehát jön a fény, és akkor a fény fejleszt bennünket előre adásban. Hogyha mi meg akarjuk érteni a szöveget, fel akarjuk fedezni, ami nem másról szól, mint a lelkünk.
amelyben az összes rész, mind a 10 fíra teljességben ragyog. Hiszen mit kell korrigálnunk legfontosabban? A Malchut és a Zerampin közötti kapcsolatot. A Malchut az a lélek, a Zerampin az együtt a Sekina, és ebben tárfol a teremtő, és e felett pedig a felső párcufok vannak, amelyek a Malchutot korrekcióra viszik, ez a feladatuk, és kitöltik utána. Amikor én ezt olvasom, akkor mindig úgy próbálom meg elképzelni magam előtt, mindenféle képek vannak ugye az emberben. Általában olvashatunk azt, mint amivel egyetlen vagyunk, nem kapcsolódik hozzánk. Mi történt a Nikodim világában, az Acilut világában, mi emelkedett ott föl, mi történt, hogy történt, és millió más dologról tanulunk, Adam Kadmonról. Ezek a dolgok valóban a felső gyökérhez tartoznak, ami ott fent történik, és ezért nehéz megérteni. Ezért, mondja Rav, befolyásolnak ezek bennünket, adakoznak felénk, de nem közvetlenül. A Zohar pedig azt írja le, világos módon, egy hozzánk közelebb eső módon, és más helyeken is olvashatjuk mindezt, hogy a korrekció végéről beszél, és ehhez a könyvnek kell feltárni a korrekció végéhez. Ezt kell olvasnunk. Miért? Nem azért, mert jól megértjük majd mindezt, még hogyha úgy is tűnik, hogy közel van hozzánk, hanem azért, mert ez olyan módon beszél olyasmiről, amely koncentráció kötelez bennünket, intenzitást ad nekünk ez a szöveg, ahogy ez meg van írva, és nyilvánvalóan van egy csomó más oka is, amit még nem is értünk, de úgy befolyásol bennünket, a lelket, hogy korrigálja. És azt láthatjuk, hogy ami itt megtörténik, az az intellektusunknak megfelelően történik, hiszen olyan cselekedetek vannak itt leírva, amelyek valóban, amikor a lélek korrigálódik, azonnal, a spirituális világban azonnal megtörténik, ez fog velünk történni, amit itt leír. Ezért a mi számunkra, akik törekvőszünk erre, elképzelni, hogy ez hogy történik meg velünk, ez azért van közel hozzánk, ahogy mondtam az előbb, mert amit olvasunk, az fog velünk megtörténni. Oké, mondjam, Oti, tehát mennyire tehát mennyire, mitől függ az, hogy mennyire befelső bennünket ez a fény? Tehát milyen attitűddel álljunk hozzá mindehez? Azt kell ábrázolni magamnak azt a helyet, a betűnek a helyét, hogy ez a korrekciót hordozzák. Ezek az én lelkemnek a belső tartalmai. Az én lelkem magába foglal 22 darab héber betűt, és én minden egyes betűben a saját lelkem részének a korrekciáról olvasok. Oké, na, de itt van egyfajta benyomás, mondja Moti Mór. Tehát, hogy megbetűben van jó, meg rossz, állapotok vannak benne, de én megértettem, hogy ezek a benyomások más és más értéket hordoznak. De ez mind a vágyakban történik, mondja Rav. De ez nem azért kell ezt a könyvet olvasni, mert szépen van leírva. Neked a benne lévő fényt kell élvezned, amit hordoz a könyv. Hogy az befolyásolt téged, és cselekedett rajtad végre, miközben olvasod. Oké, na, de akkor nekem törekedni kell a belső minőségnek a megragadására, ami például a betű beszél. De nincs ember, aki ezt így meg tudná még ragadni. De törekedned kell rá. Tehát neked az kell, hogy ezek a minőségek felébredjenek benned. Ezt kell inkább kérned, mint az, hogy megértsd. Oké? Én értem, mondja Rav, hogy itt nagyon hiányzik a megértés és az ehhez kapcsolódó érzés. De próbáljátok meg, a legfontosabb dolog az a hiány. Itt nem kell hozzáadni ehhez túl sokat. Ennek a képnek megfelelően nekünk látnunk kell, hogy mi az, ami közel van hozzánk, de és azonnal, hogy elkezdik a spitális munka a maximum felett,
azonnal érezni fogjuk, hogy milyen műveletek vannak itt. Nyilván mi még a maximum alatt vagyunk, ezért a szándékunk nyilvánvalóan a maximum felülről jönnek, és ezek emelnek majd föl bennünket a reformáló fény segítségével, ez emel föl bennünket. Ez a Giula Remed, a gyógyszer. Miért annyira kritikus az indulás, ami számunkra? Tehát jönnek a betűk, és még mindig a kezdethez tartozik, hogy kezdje el az univerzumot. Miért? Magyarabb azért, mert az egész rendszert kell a teremtőnek elkezdeni megkonstruálni. Ezért a betűk alulról fölfele jönnek föl. Nem olyan módon, ahogy a fény korrigálna őket, hanem amilyen módon el vannak rendezve. De ez egy verseny a betűk között, nem? Hát ki lesz az első? Természetesen. De nyilván a teremtésnek az első pontja az a... Az nem azt kérik, hogy az elsőleg őt korrigálja a teremtő, hanem hogy vele teremtse meg a világot. Tehát olyan formában akarok lenni, hogy az Ein Sof rajtam keresztül képes legyen a világot korrigálta megteremteni. Mert egyfelől mi azt tanuljuk, hogy mindegyik egyenlő, egyikük sem mondhatja, az egyikük különb a másiknál, tehát a tízes körben, nincsen különbség egyfelől, másfelől vannak felsőbbek, alsóbbak, de ezt majd elmagyaráz nekünk később. Ez amit az aviut és a zakut, a tisztaság és a tisztátalanság. Tehát, hogy mi a nyer a profiton, de ő meg elveszti a teremtés lehetőségét. Tehát mindenkinek magát kell korrigálnia, és mindenkinek a saját teljes minőségének megfelelően kell majd korrigálódni. És nem lehet a munkának a gyümölcse egyiknek se értékesebb a másiknál. Na, folytassuk. A mem és a lamed betűi. A 30-as pont, a mem betűje belépett, és azt mondta a teremtőnek, ó világura, jó lenne a számodra az, hogy a világot velem teremts meg, mivel bennem a te meleknek királynak vagy nevezve. A teremtő azt mondta, ez valóban így van. Mégsem fogom a világot veled megteremteni, mert a világnak szükség van egy királyra, tér vissza a helyedre, te magad, a lamed és a haf, mivel nem illik a világhoz, hogy király nélkül létezzem. Kommentár. Magyarázat, ugye? A mem, a heszedbe zerámpin, mely a neki megfelelő heszedbe bínától szerez meg, az úr az ő kegyelmén keresztül uralkodik majd napközben, mely az a nap, amely együtt jár az összes nappal. És a Zerampin számára szolgáló fény megszerzése közben az ő hagatja habaddá válik, és a Heszed Zerampin fölemelkedik, és hokmává válik, és akkor az élő király arcának fénye fel lett fedve a Zerampinből. Ezzel érvelt a mem annak érdekében, hogy a világ vele legyen megteremtve, mivel bennem te királynak, meleknek vagy nevezve. Amikor a király arcának fénye megjelenik a világban, akkor nyilvánvalóan nem lesz többé lehetősége a klipáknak a megragadására, és akkor a végső korrekció garantálva lesz a világban. Azonban, én nem teremtem meg a világot veled, mondta a teremtő, mivel a világnak szüksége van egy királyra. Más szóval lehetetlen ezt a fényt felfedni a világ számára, mire a világnak arra van szüksége, hogy ez a hatalmas fény csak a mem, lamed, kaf három betűjébe öltözön bele, amely a meleg, ugye az a király. És adat mondva, térj vissza helyedre, te, a lamed és a kaf, mivel nem illő a világ számára, hogy király nélkül létezzem. Más szóval, tér vissza és olvadj össze a lamed és a haf betűkkel. És akkor lehetővé válik, hogy ez a hatalmas fény megjelenjen a világ számára.
mivel nem illő a világ számára, hogy a király nélkül álljon, azaz a világ nem képes fennmaradni és létezni egy ruházat nélkül, mely a Mem, Lamed, Chaf három betűjének sorrendjében található. Magyarázat. A Melech király szó, a Mem betűje a hatalmas hesed, ahogy ez írva van. Az Úr kegyelmén keresztül uralkodik napközben. Az a nap, amely együtt megy az összes többi nappal, a szélesre tárt Mem. A meleg szó, a Lamed betűje az a torony, amely a levegőbe repül, azaz a bina, mely hokmává válik a Rosde Arikampinban, kiterjedve a Zerampinhoz. A meleg szó, Kaf betűje a Malkut, a Nukva de Zerampin, mivel nem létezik meleg király, Malkut királyság nélkül. Sőt, mi több, azon magasztos mohinok összes gadlutja csak a Malkuton belül jelenik meg, és rajta keresztül, csak is az ő engedélyével. És abban az időben a Malkut úgy van tekintve, mint a Zerampin száma, amely a Zerampin számára ragyog három helyen. 1. A Malkut vált a Zerampin trónjává, ahogy egy király egy magasztos és tornyosuló trónuson ül. Mivel ez a tulajdonság olyan, ahogy írva van, ő a sötétséget tette rejtőzködő helyévé, és a kisze, trón, szó a kiszui fedettség szóból és rejtettségből ered. Ezért van ő egy meghajlott kaf betűnek nevezve. 2. Ő a Malkut vált a király ruházatává. Tehát ő vált a király ruházatával. Mindez azért van, mivel ezek a hatalmas mohinok csak Izraelben jelentek meg. Ezáltal a Malkut válik a sötétség ruházatává, és abban az időben, amikor az ő királysága fel van fedve, ő leveszi a sötétség ruháját, és azt a bálványimádó nemzetekre hajítja, és az ő arcának fénye kiterjed, és ragyogni fog Izrael felett. És azt mondta erről az időről a Teremtő. A Teremtő arra hivatott, hogy táncot teremtsen az igazak számára, és akkor mindegyőjük ujjával rámutat, és azt mutatja majd, ez a mi Istenünk. A sötétség ruházatának ez a levétele hosszú és kiterjesztett kaf betű. Mindegyik le van rajzol, egyébként fantasztikus a betűknek a formája is. 3. A Malkut egy koronává válik a Teremtő feje felett, ahogy írva van. Menjetek előre, ó Sion lányai, és tekintsetek Salamon királyra azzal a koronával, melyvel az anyja koronázta meg őt az esküvő napján, és az ő szíve boldogságának a napján. És a jelentése annak, hogy a kaf megegyezik a keterrel. Rav. Tehát amikor azt mondja Mem, Lamed, Chaf együtt vannak, ez a három, de ezek nem tudnak korrekciót végezni, mert mindegyik külön jelenik meg, mert itt elmagyarázza, hogy mit jelent a betűnek a korrekciója, milyen szót. Igen ám, de azt is elmagyarázom, hogy minden betű részleteiben miért nem tud ezt megteremteni. Miért nem érdemli ki ezt a korrekciót? Nézzük meg a Chaf betűjét. 31-es pont. Abban az időben, 31-es pont, a Chaf betű lejött a Teremtő elé, és az ő trónusa fölül. Ő megremegett, és azt mondta a Teremtőnek, ó világura, jó számod, hogy a világot verem teremts meg, mivel én vagyok a te kavudod, tiszteleted. Amikor a kav betűje leereszkedett a Teremtő trónusáról, 200 000 világ rászkódott meg, és trónus rászkódott meg, és az összes világok megremegtek, és majdnem alázuhantak. A Teremtő azt mondta, Chaf, mit csinálsz? Én nem teremtettem meg világot vele, térj vissza helyedre, mivel a kelajach, pusztulás létezik benned. Ugyancsak benned hallatszott a döntő pusztulás, tér vissza székethez, és maradj ott. Abban a pillanatban a Chaf távozott a Teremtőtől, és visszatért a helyére. Magyarázat, Bárha Szulám. Amikor a Mem arról alkotott a Teremtő, hogy a világ vele legyen megteremtve a király arcának megjelenítésével kapcsolatban, a világban mindez azt okozta, hogy a Chaf leereszkedjen a trónusról, a birja világából. Ő megremegett és azt mondta, mivel én vagyok a te tiszteleted, kavod, és akkor 200 000 világ
A Hogmabina de Beriától kiterjedve, amely a Kahab de Bria, megremegett, és a trónus is megremegett, és az összes világok onnantól fele megrázkodtak, és majdnem alázuhantak. Magyarázat. Balha Szulám. A betűk ezen vitálja a teremtő előtt azzal kapcsolatban, hogy ő a világot velük teremtse meg. Olyan, mint a man emelése a mad megszerzése érdekében a teremtőtől. Ezért a szintér, mely az aktuális betű tulajdonsághoz tartozik, azon segítségére, mely a világnak annak a madnak a szintjén ad át, mely szint annak az aktuális betűnek lett átadva. A teremtő válasza a zon mind a 22 betű számára, a mad lehozatala, és a fény szintjének a kiváltása annak idejére, annak a mannak a mértékében, melyet az aktuális betű emelt. Amikor a fény szintje elkezdi megmutatni irányítását a világban, a teremtő azon betűinek szánt válasza hangzott el, mivel megnyilvánult az aktuális betű képtelensége a világ vezetésére, azáltal, hogy a klipa megragadása az aktuális tulajdonságában nyilvánvalóvá vált, ahogy abban a versben is, hogy az Isten az egyiket a másikkal szemben teremtette meg. Ezáltal mindegyik betű eltávozott és visszatért a saját helyére. Ez a teremtő játéke a 22 betű mindegyikével, azáltal, hogy mindegyiknek teremtett arra, hogy azok megmutathassák irányításukat a teremtő kívánságának megfelelően, ameddig saját maguk ki nem választják a saját vágyuk alapján, hogy melyik lesz érdemes a világ vezetésére. Ezért lett mondva, hogy 2000 évvel azelőtt, hogy ő megteremtette a világot, a teremtő a betűkbe nézett és játszott velük. És amikor a mem elkezdte felfedni hatalmas fényét a világban, azt okozza ezzel, hogy a kaf leereszkedett a trónról. Mindez azért van, mivel két részlet található a trónusban. Egy. A király lefedése, ahogy írva van, ő a sötétséget tette meg rejtőzködő helyévé. Ami úgy van nevezve, hogy kisze, szék, a kiszúi fedettség szóból. Kettes. Ő felfedte a malkut dicsőségét a világokban, ahogy írva van, és azon, amely a trónusra emlékeztet, fenn a magasban egy alak volt, mely az emberhez hasonlított. A Mem Lamed Kaf betűinek egymásos csatolásával a malkut meleg király trónusává vált, a királyt lefedve, ahogy írva van, ő a sötétséget tette meg rejtőzködő helyévé. A malhut felemelkedett, és megnyitott haffá vált magának a királynak az öltözékévé, ahogy az a király maga az erámpén jelent meg rajta keresztül. Ugyanígy ő a király feletti korona is. Amikor azonban a mem elkezdte megjeleníteni a király arcának fényét a világokban, a megnyújtott öltözeten nélkül, a kaf ugyancsak leereszkedett a trónusról, megállítva a király lefedésének cselekedeteit, és azt mondta, jó a számodra, hogy a világot velem teremts meg, mivel én vagyok a te kavod, tiszteleted. Mindez azt jelentette, hogy a király tisztelete megjelenítésének uralma irányítja majd őt mindenfajta fedettség nélkül, ahogy azt a mem kívánta. Ezért nem mondta azt, hogy a kaf belépett a teremtőre, és azt mondta, jó számodra, hogy a világot velem teremtsed meg, mint az összes többi betű, mivel ő nem saját maga által ébredt föl, hanem a mem uralma alatt, mivel a mem uralma hozta el a kaf betűjét is a Bria világában létező trónusról. Az lett mondva, ő megremegett, és azt mondta a teremtőnek, az jó számodra, hogy a világot velem teremts meg. Mivel azáltal, hogy ő leereszkedett a trónusról, ő maga, és a 200 000 világ, melyek a Beriában lévő Hokmabínától terjednek ki, megremegtek, valamint ugyanígy az összes világok onnantól felfelé és lefelé, azok mind megremegtek, és majdnem lezuhantak. Mindez azért van, mert a teljes kapcsolat a felső és alsó között, a legmagasabb szintől az alacsonyabbig, a felső malkutján keresztül történik, mely az alsó keterévé válik. És a kaf betűje a felső malkutjának beöltözése az alsó szintbe.
Három részlet található a trónusban, egy, ahogy írva van, a hat szint található a trónusban, ami az alsó vakja, amely Hesed, Gura, Tiferet, Netahod, Jeszódnak van nevezve kettő. A trónus négy lába, az alsó Keterokma Bína Bát fényei. A hármas a felső malkutja, amely ereszkedik a felsőtől az alsóba, és ráöltözik arra. A malkut útja mentén a felsőből származó összes fények eljönnek, és beleragyognak az alsóba. Ennél fogva, amikor a Kaf leereszkedik a trónról, az Acilut kapcsolata a trónussal megszűnik, azaz megszűnik az Acilut világának kapcsolata a Bria világával. Mindez azért van, mivel a Kaf a Malkut de Acilut, mely a Ketarokma Bína Dát de Beriába van beöltözve, az összes fényét a Beria világának adja át, ez van a trónusnak nevezve. És amikor a Kaf leereszkedik onnan, az Acilut kapcsolata el van törölve, a Kaf meg, mivel ereje, hogy a Briának adakozhasson, megszűnik. Ezáltal 200 ezer világ, amely a Hokma és a Bína, amely magába foglalja a Kahabdát, de Briát, megremegett, és az összes világok megrázkódtak, és majdnem lezuhantak, mivel elvesztették életerejüket és bőségüket, melyeket az Acilut világától kaptak. Hasonlóan kell interpretálnunk a teremtő megközelítését, azaz a Bínáját, a Zonde Aciluthoz. A Malchut de Bína, mely a Zerampinba öltözik, az Kaf. Ezáltal na most elvesztettem. Mivel a felső az a Zerampin, a Zerampin maga a trónja a Bínának. És a Kav nyílva, a Bína és a Zerampin közötti kapcsolat az megszűnik, mivel a Kav az a Malkut és a Bína, és ezért minden fény kihúny bennük, és ebből az ennónaknál fogva az ő képesség az adakozásra a Zerampin felé megáll, már a Bínáé, és ezért mondjuk azt, hogy 200 ezer világ megrázkódott, és a trón négy lába megrázkódik, és minden más majdnem összeomlik. És a világok, amely a Vagde Zerampin, a Hagat Nei beleértve az összes világot alatta, megrázkódtak, és majdnem lezuhantak. Azért, mert a Bínának a bőségét elvesztették. És mivel ők kiürültek az Acilut fényétől, megrázkódtak, és majdnem lezuhantak a szétválasztott Bia világaiba, és majdnem romba dőltek. Ezért mondta a Teremtő nekik, mivel létezik a Kleja, pusztulás benned, ugyancsak benned hangzott el a döntő pusztulás, tér vissza a székedhez és maradj ott. A Kaf trónusról való ereszkedése miatt a Garde Zerampin megremegett, és az összes világok megrázkódtak, és majdnem lezuhantak, és romba dőltek. Más szóval, döntő pusztulás hallatszott, mely teljes pusztulást jelent mindent feltámasztás nélkül. Ezáltal vissza kell térni a trónushoz. És az ima visszatért. És az lett mondva, abban a pillanatban ő eltávozott tőle. Ő külön kiemel és azt mondja, abban a pillanatban azt jelezve, hogy a Kaf visszatért a helyére a trónushoz, együtt járt a Teremtő Memnek adott válaszával, hogy nem illő a világ számára, hogy egy király nélkül létezzen, más szóval. Az a remegés, mely azáltal történt, hogy a Kaf leereszkedett a trónusról, amikor az összes világok megrázkodtak és majdnem lezuhantak, és a Teremtő azon válasza Memnek, hogy nem illő a világnak, hogy király nélkül létezzen, mind egy időben történt. Rav. Na? Adrián Mitália soel, ma kavana benefila selotiot. Adrián Olaszországból kérdezi, mit jelent a betű zónása, bukása?
úgy viszonyuljatok a betűkhez, mint egy különleges dologhoz. Ezek mindig ugyanaz a szférához kapcsolódnak. A különbség... A szférákkal szemben, hogy a szféra, mintha egy olyan betű lenne, amely az összes többi betűnek már képes csak szolgálni ragyogással, és mindig egy azonos minőséggel, de önmagában egyikünk sem a korrekció maga. Itt arról beszélünk, ha végig gondoljátok, hogy melyik betűvel, ugye ez a betűnek a sorrendje is nagyon fontos, tehát nem lehet egyszerűen minden betű fölé emelkedni. Tehát minden betűnek a saját helyén van értelme, de az a stílusa, a teremtésnek a stílusa, megformálása, hogy a betűhöz kapcsolódik, az fogja definiálni a korrekciót is. Tehát, hogy is mondjam, magyarul? Nős vagy nem? Még nem, mondja a srác. Oké. Tehát van egy fickó meg egy lány, akik megnősülnek, tehát összeházasodnak, bocsánat. Az asszony terhes lesz, és gondolkodnak az, hogy fog kinézni a gyerek. Kire fog hasonlítani, az asszonyra vagy a férfira? Vagy az én apámra, vagy az én anyámra? Vagy az anyósra, vagy erre arra amarra? Azaz. Miért ezt a példát hoztam, mondja rá? Mert a betű megadja a korrekciónak az általános formáját, mert ők, akik az általános korrekciót el akarják végezni, de nem képesek, és a minőség, ami az emberben megjelenik, azok mind a 22 betű által jönnek létre, és ezek adják az embernek a minőségeit. Ezért mondja mindegyik, hogy velem teremtsd meg a világot, velem teremtsd meg, velem teremtsd meg. Mert mindegyikük ezzel azt akarja felmutatni itt ebben a cikkben, hogy ő miben egyedi, miben különleges, és melyikük hogyan képes kapcsolódni a teremtőhöz, jobban vagy kevésbé jobban, mint a többi betű. De egy betű sincs, amelyik jobb lenne, vagy rosszabb a másik, mert vigyázzon, magyarabb. Még akkor se, hogy a teremtő azt mondja neki látszólag, hogy te ez a bűnhöz kapcsolódtad, meg ezt csináltad, meg azt csináltad, de ez lényegtelen. Majd megtanuljuk ezt. De legyen olyan, nincs még kapcsolatunk a teremtőhöz, hogy megértsük pontosan, mit jelentenek ezek a mondatok. Ez nehéz, ez nem olyan egyszerűen értető. Ez egy igazán blokkolt, elrejtett cikk. A többiek világosabbak lesznek, de pont azért ilyen kis szaftos dolog ez, mondja rab, mert ebben olyan cselekedetek vannak leírva, amelyek valamilyen módon még több érzésre hívnak fel bennünket. A betűkről szóló cikk mindig nehéz volt nekem is, mondja rab. Nekem is nehéz szavakat találni arra, hogy van, hogy magyarázzam ezt. Nehéz magyarázni ezeket érzelmileg. És az értelmünkkel ugyanez a helyzet. Hát a tíz fira a tanulmányát ilyen szavakból könnyen megérteni, mondja rab. Amiről beszéltünk. Mi ennek a monoton olvasásnak az előnye? Amikor nincs is érzésünk, nem értünk semmit, tehát szinte leválunk azonnal. Ez egy jó kérdés, mondja, és nagyon csodás, hogy ez, mert én azt gondolom, hogy az embernek egy erős, egészséges, lángoló szem kell, hogy legyen, meg szíve, vágya, és akkor így kell a tórát tanulni, mondja rá.
egy olyan állapotban, amikor a felső fény valóban befestődje az embert, és akkor sikeres lesz. Bocsi, hogy ezt mondom, hogy de az, hogy te így éled meg, az egy nonsens. Lehet, hogy ez pont ellentétes az igazsággal, mert fáradt vagy. Tehát neked... Tehát neked állandóan vágynod kéne, hogy mi, nem arra, hogy mi mikor leszünk túl ezen az egészen, hanem úgy kéne itt ülnöd. Hát persze, hogy nincs belőle ebből. Amit itt csinálunk, abban neked semmilyen előnyöd nem lesz. De pont ez a legjobb idő arra, hogy a felső fény befolyásoljon. Amikor azt érzed, hogy már semmilyen dologot nem nyersz ebből az egészből, akkor fog ez rajtad működni. A Tórának az útja, az nem az intellektusunknak megfelelően működik, teljes egészen másképp van, mint a tudományban. Itt minden attól fog függeni, hogy mennyire vagy követő, mennyire veted alá magad. Mikor látod be, hogy nekem semmi nincs, nem is várok el semmit, történjen, ami történjen. Ha így állsz hozzá, akkor fog a teremtő megérinteni. Akkor fogjuk kiérdemelni a megváltást, hogyha fölnyögtök a munkától, ahogy tanuljuk. Nem értelemben, érzésben, hogy ezt szereztük meg, azt szereztük meg. Sok évig persze befektettek, és mire jutottok el? Eljutottok egy olyan állapotba, ahol semmi nem fog segíteni nektek, semmi. Csak a kegyelem felülről. A kegyelem fénye, a felső haszadim. Semmi más. Az egót felette eldöntöd. Én szeretném kirúgni magamból, de nem vagyok többé semmit tenni az egóért. De mégis folytatod, pedig semmi siker nincs benne. Miért? Mert az egész életem és minden, ami történt, az azért engedte meg, azért tett engem ebbe a formába, hogy megtanuljak egyetérteni ezzel a formával. És amikor elfogadom, ami történik, és azt is, hogy nem vagyok képes enni semmit, akkor történik a megváltás. Hát hogy jöttek ki a zsidók Egyiptomból? Hát értettünk valamit? Nem értettünk semmit. Gondoltok, hogy elértek valamit? Egy horda a sötétben botorkát. Hogy honnan, hova, miért? Ez az, ahogy az ember ki fog lépni a fizikai világból. Nincs szükségünk semmire, mondja rá. Amikor van valamitek, az mind fizikai. Az az egótoktól van. Ezért. A mi esti leckénken ülnek az emberek, majdnem elájultok, vagy elalszotok. A legtöbb alszik a kétől. És ez baj? Nem baj. És ez engem nem is érdekel, mondja rá. Hát mit tudunk tenni? Folytassuk. Ezért ez egy olyan cikkám, mondja rá, valóban, ami azért kifáraszt bennünket. Én nem várok semmilyen különleges felébredést ettől a cikktől. Hanem pontosan az a lényeg, hogy ne kontrolláljátok nagyon magatokat, és akkor a teremtő azt tesz veletek, amit akar. Ez a lényeg a játéknak. Ez így működik. Oké? És ez a válasz volt ez.
Хинухим? Кен, Илухим. Мартон. Но имани лехоли шлот, а лицми. Не ми ерда тоа сакирдеш, Равше. Тат, хој hogy amikor fenn kell tartanom magam, ugye legszívesebben elaludnék, én azt kérdezem, hogy vannak-e itt fázisok ebben a zohár tanulásban? Egyes, kettes, hármas. Tehát hogy lehet eljutni oda, hogy először próbálj megkoncentrálni a szíveddel a másikokra, a többiekre, na, és mindent a teremtő felé irányítani. Amennyire csak képes vagy. Az emberi erők felette nem tudsz elérni semmit. Mindenki a saját erejének megfelelően. De ha ti mindent oda tesztek, amit tudtok, minden ködesség ellenállás ellenére, még akkor, hogyha már éppen aludnátok, még az is rendben van, de a fényt ez nem fogja megállítani, hogy dolgozzon rajtad. Tehát ez sok a kabala bölcsességében, nem egyszer láttam már ilyet, miközben tanultam, nem egyszer volt, aki megjött egy leckét, elkezdett, onnantól kezdve aludt. És a lecke végén felébredt. Abban a pillanatban felébredt, addig aludt. Tehát mind a három órát végig aludta. Valóban mondja. És mégis mindenki úgy tekintett rá, hogy ő részt vesz a leckén. És ilyen, hogy egy egészséges fickó volt, mondja. Valami kibucból volt. Katona is volt. Néhány évet eltöltött még a hadseregbe, aztán pedig eljött hozzánk. Ez így volt. És évről évre ezt láttuk. Eljött és aludt. Mi nem tudunk ezt alapján mérni. Nem az okoskodó tanul. Hol tartunk? A jodnál tartunk egyébként. Na jó. Ez a 10 betűnk van. És utána mondja Rav, aztán a Manula Miktafa, a zár és a kulcs, és aztán elkezdjük egy nagyon különleges dolgot. Na, kérdezzetek, szerintem már nem megyünk tovább. Timor Szentpétervárok kérdezi, amikor mi spirituális dolgokról tanulunk, mi arra tanulunk, hogy felülről lefele vannak a dolgok. Tehát amikor spirituális objektumokról, még egyszer mondja, mikor parcufról tanulunk, meg szférákról, felülről lefele, most meg mindent alulról felfel tanulunk. Tehát a szférák meg ezek hogy kapcsolnak össze? Szerintem ezt előbb elmagyarázta. Nem érti ő se. Na kíváncsi vagyok mindenre. Minden egyes betű, ez egy szféra. Szféra. A bina házéjétől lefele, melkasától, a Malchut de Asziáig. És minden egyes szféra, azon belül 10 szféra van, meg panim, ahoráim, tehát minden egyes szféra még rendeket a kombinációt tartalmaz. Tehát ami egy szférában megtörténik, az minden szférában, minden egyes szférán belül is megtörténik. Tehát, hogy a 10 szférában tanulunk a 10 szféráról, a 10 szféra helyére rakjál 10 betűt. Miért használjunk itt betűket? Azért, mert a Bina hazajétől a Malchutig lévő szférák együtt 22 szférát adnak ki, azok rendkívül fontosak, mivel az összes korrekció
bennük történik, és ezért nagyon fontosak a számukra. Tehát most, amikor én a párcufról beszélek, a spültás arcról, ősképről, az egy komplet struktúra. Tehát mondjuk a hazétól a malkutig, amelyben a teljes korrekció megjelenik, rendkívül fontos a számomra az, hogy melyik rész jelent nekem többet, melyik befolyásol engem jobban vagy kevésbé, és így tovább. Ezért nagyon fontos, hogy letisztázzuk a betűket, mert melyik betű milyen fajta karakterisztikát hordoz, hogyan fogja az edényeket befolyásolni, azaz bennünket. Mi is történik ott? Tehát ez nem azt mondja nekünk, hogy valamit megismerjünk erről, nem, hanem hogy ezen keresztül a reformáló fény másképp ragyog rajtunk. Nem az, hogy megtudjunk valamit erről. Tehát Rabbi Simon a Kabbala könyveket másképp írta meg. Tehát ők kiválasztották azt a fajta szöveget, amelyik meg azt a fajta stílust, amelyik a legtöbb reformáló fényt hozták ide nekünk. Rob becsukta a könyvet. Ennyi mondja Rob. Lassan befejezzük a sugárzást. Holnap. Igen, kedden nincsen ilyen lecke. Ezt a cikket fogjuk majd folytatni és befejezni. És aztán néhány izgalmas cikk jön. Na, mit csinálunk hónap? Mi van reggeli leckén? A Hanuka. Három opciónk van. A Hanuka szöveget folytatjuk, a Rabas cikket olvasunk, vagy Hanuka írást. Nem, hanukázunk, mondja. Oké. Tehát minden a Hanuka körül forog, a többi is. Gondoltam, hogy ez a srác csinálja az összes lecke anyag összeállítás. Az összeset, az egész világa. Oké. Nagyon sok anyagunk van erről. Mindent a Hanukának szentelünk most, hogy valóban meg tudjuk vizsgálni a témát, és el tudjunk merülni benne. Mi van még? Szerintem dalolnak egyet. בהגשמה כמו מופע בקונצרט מפסנתר עד קלרינט לכל אחד תפקיד מיוחד ישר Shit, dude.